Most a szerkesztő vonalakkal fogunk megismerkedni. Kétféle szerkesztő vonal érhető el a rajzelemek között. Az egyik maga a szerkesztő vonal, a másik pedig a sugár. A sugárparancs egy olyan szerkesztő vonal, amely egy pontból a vételembe tart. A zoom parancs terjedelem opciója figyelmen kívül hagyja annak működését. Darabolható, ilyenkor a levágott szakaszvonal rajzelemmé alakul, míg a sugár rajzelem végpontja áthelyeződik. Nézzük meg, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Adjuk ki a sugár rajzolás opciót, klikkeljünk a modelltér egy tetszőleges pontjára. Mozgassuk meg az egeret, látható, hogy egy fél végtelen vonal jelenik meg a modelltérbe, rögzítjük az irányát. Egymás után több ilyen rajzelemet is le tudunk tenni, az Enterrel le tudjuk zárni magát a rajzolást. Ha most kijelölünk egy sugárrajzelemet, akkor két fogó jelenik meg rajta. A felsővel a rajzelemnek az irányát tudjuk megadni, míg az alsó fogóval annak pozícióját, hogy honnan is induljon ki a sugár. Az egyenesnek csak az egyik végpontja érhető el, a másik nem látható, akárhogyan toljuk el a modellteret, vagy nagyítunk bele, nem tudjuk megtalálni a rajzelemünk másik végpontját, hiszen az nem létezik, fél végtelen vonallal dolgozunk. Ezek a rajzelemek darabolhatóak, hiszen ha például rajzolok egy kört, és a metsz parancssal kivágom a körön belüli részt, akkor egy ilyen szép napocskát tudok például elővarázsolni. Látható, hogy a sugár megmaradt, a végpontot át lehet helyezni. Mi történik akkor, ha most a körön kívüli részt fogom levágni? Akkor ez a rajzelem átalakul egy szimpla vonal rajzelemmé, amit már lehet tolni, és mind a két végpontja látható. A sugárrajzelemnek van egy párja, amit szerkesztő vonalnak vagy X-line-nak nevezünk. Nézzük meg, hogy ez hogyan is működik. A következő módon lehet kiadni. Klikkeljünk rá a sugár melletti ikonra, mind a két irányba egy nyíl mutat, klikkeljünk rá. Ekkor a parancs kiadja az X-line utasítást. Végtelen hosszúságú szerkesztő vonalat tudunk így létrehozni. A szerkesztő vonalnak 5 különböző opciója érhető el, ezeket meg fogjuk nézni. Most azt mondja a parancs, hogy adjuk meg az első pontot, majd mozgassuk el az egyenest a kívánt irányba. Itt látható, hogy a sugárhoz képest mind a két irányba végtelen hosszúságú ez az egyenes, a kellő pozícióban rögzítjük. Majd egymás után le lehet tenni több ilyen egyenest. Nincsen nagy különbség a sugárhoz képest, csak annyi, hogy itt a középpontja fogható meg, nem pedig a végpontja, és az alsóval az egyik irányba, még a felsővel a másik irányba tudjuk mozgatni az egyenesünknek az irányát. A szerkesztő vonal utasítást kiadhatjuk a parancsolon keresztül is. Gépeljük bele a parancsolba az, hogy X vonal. Majd nézzük meg, hogy milyen belső funkciók érhetőek el. A vízszint opcióval vízszintes, míg a függ opcióval pedig függőleges szerkesztő vonalakat tudunk létrehozni. Adjuk ki az, hogy vízszintes, és így egymáshoz képes párhuzamos, vagyis hát vízszintes rajzelemeket tudunk létrehozni. Nagyon klassz funkció ez. Adjuk ki újra a szerkesztővonalat, és most a függőleges opcióba menjünk be. Itt is szépen ki lehet osztani a függőleges rajzelemeket, szerkesztővonalakat, amelyek nagyon jó alapot képeznek a komolyabb műszaki rajzok elkészítéséhez. Adjuk ki most újra az S-vonalat, és nézzük meg, hogy hogyan is működik a szög opció. A szög opció esetén egy szögértéket kell megadni, amely a vízszintes egy, vagy egy megadott referenciához viszonyítva adja a szerkesztő vonal hajlásszögét. A szögfelező funkciót válaszva meghatározott pontokat kell megirányoznunk, és a szögfelezőt automatikusan szerkeszti a program. Az eltorás opció lényegében a párhuzamos rajzolás alkalmazása, azaz, hogyha ráklikkelünk, meg kell adnunk az eltolási távolságot,
majd ki kell választanunk a rajzelemet, és meg kell adni, hogy hova tolja el, tehát ez megegyezik a párhuzamos rajzparancssal. Ennek a belső funkciónak a működése megegyezik a párhuzamos utasításéval. A szerkesztő vonalak ugyanolyan vonalak, mint a kézi rajzolásnál, azaz a segítségükkel lehetséges elkészíteni a végleges rajzot, hiszen a szerkesztő vonalakat húzzuk ki a végső rajzunknál is. Ha most készítünk egy fóliát, amelynek a neve legyen az, hogy szerkeszt, a színe az legyen mondjuk sárga, okézzuk le, tegyük át a szerkesztő vonalakat erre a sárgára, sárga színű fóliára, hozzunk most létre egy új fóliát, kontúr néven, ennek a színe mondjuk legyen a zöld, és most a vonal lánc parancssal húzzuk ki azokat a vonalakat, amelyek számunkra fontosak. Bekapcsolom a metszéspontot is. Ilyenkor már fölkínálja a tárgyraszter. Hoppá! Visszavonás. Rossz fórián voltam. Válasszuk ki a kontúrfóriát. És most adjuk ki a vonallánc utasítást. És most már szépen ki tudjuk húzni azokat a vonalakat, amelyeket a végleges rajzunkon is fel szeretnénk tüntetni. Nem túlságosan látványos a rajz, ezért én átállítom a szerkeszt léjelnek a színét, talán visszateszem fehérre, és már is sokkal szebben láthatóak a kontúr vonalak. És a végén pedig, amikor a szerkesztést befejezzük, kikapcsoljuk a szerkesztő vonalakat, és a végleges rajzot láthatjuk. Tulajdonképpen ezt a célt szolgálja a sugár és a szerkesztő vonal, azaz a segítségükkel szerkesztő vonalakat tudunk létrehozni, és így a rajzainkat kényelmesebben, ügyesebben, gyorsabban tudjuk esetleg elkészíteni.